bűnmegelőzési program a Bátszalókon, sikeres orvos a volt karcagi diák, kezdődik a parlagfűvirágzása, kánikula. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 26-án 18 óra 5 perckor. A Tiszatavi Régiós Koordinációs Közbiztonsági Bizottság tagjai a tó partján értekeztek a Bátszalókon. Az üléssel párhuzamosan a szakemberek bűnmegelőzési programokkal is várták az érdeklődőket. A Tiszató körül élők és nyaralók biztonságának, gondtalan pihenésének biztosítása érdekében. A turisztikai szezonban több alkalommal értekeznek a Tiszatavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság tagjai. A Jászlikon-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság különösen fontosnak tartja, hogy a Tiszatóhoz látogatók biztonságát szolgálja, és ezért pontosan olyan programokat, illetve eseményeket próbált meg szervezni, ami segíti az áldozattá válás megelőzését. Az egyik ilyen például egy online kvízjáték, amely a rendőrség honlapján is megtalálható, illetve itt a Tiszatóhoz látogatók több helyszínen, akár a strandoknál, szállásadóknál találkozhatnak vele, illetve az ilyen különböző rendezvényeken, kitelepüléseken. A másik az pedig majd augusztusban indul, az pedig egy nagyon különleges, egyfajta virtuális kincses geoláda keresés. Azért virtuális, mert nem konkrét ládákat kell majd keresni a Tiszató körül. Igyekeztünk úgy elhelyezni ezeket a pontokat, hogy mind a három megyében, tehát Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Borsodban és Heves megyében is feltalálható legyen minimum egy-egy láda. Ezek QR-kóddal vannak ellátva, amelyeket leolvasva bűn és baleset megelőzési igazán rövidke kis tartalmakra visznek, be vannak számozva, igazából az utolsót, hogyha megtalálták, akkor pedig egy hasonló online kvíz felületre jutnak, mint amit korábban említettem, és ezzel nyereményjátékot is hirdetünk, amelyet egészen szeptember 15-éig hirdetünk meg, tehát virtuális geoládákat is lehet találni a Tiszató körül. Úgy gondoljuk, hogy itt a covidos időszak alatt az online térben való tájékoztatás egy kicsit megerősödött, viszont azt is tapasztaljuk, hogy szívesen veszik ezt az emberek, tehát hogy nem kell leülniük egy asztalhoz, és akkor elkezdeni a papírformátumú tesztlapoknak a kitöltését. Igaz, nem ott kapják meg rögtön a jutalmukat, de azt gondolom, hogy ezeken a típusú játékokon mindenki csak nyerhet, hiszen az a fajta tudás, amit közben magukra szednek, miközben megtekintik ezeket a tartalmakat, az már önmagában azt gondolom, hogy magáért beszél. Szóval mindenkit arra biztatunk, hogy keressék meg ezeket a pontokat, ezeket a lehetőségeket és ezeket a virtuális geoládákat augusztusban a Tiszatónál. Az idei nyáron már harmadik alkalommal tárgyalták meg a végrehajtott, valamint az előttük álló időszakra vonatkozó feladatokat. Míg a bizottsági tagok üléseztek, addig a strand területén a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság munkatársai prevenciós nap keretében színes bűnmegelőzési programokkal várták a fürdőző és a közelben táborozó gyerekeket. A balesetmegelőzés és a bűnmegelőzés szorosan összekapcsolódik. Ezekben a témákban is egyébként, amelyeket ezek a QR-kódos, akár szórólapok, akár tájékoztatók felölelnek. Van benne állatvédelem, környezetvédelem, de természetesen ugyanúgy a bűnmegelőzés, a vagyonvédelem, a vízibalesetek megelőzése, a gáton való közlekedés szabályai is megjelennek a kérdések között és a kiadott tartalmak között. A helyszínre érkezők a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács mobil bűnmegelőzési centrumával is megismerkedhettek. A programot a New Step Tánc Stúdió kiváló művészei színesítették, akik bűn- és balesetmegelőzési üzeneteiket a tánc egyetemes nyelvén keresztül tolmácsolták a jelenlévőknek. Dr. Agócs Lászlóval beszélgettünk a Kovács Mihály Tagiskola aulájában, ahol kicsit nosztalgiáztunk, hiszen jó néhány évvel ezelőtt itt végzett és ért el tanulmányi versenysikereket. Ma pedig ő támogat egy kovácsos tehetséget is. Lévainé Kovács Róza egykori matematika-fizika tanára is szívesen emlékszik rá, hiszen az ő versenyein is sikeres volt a ma orvosként dolgozó tanítványa. Lévainé tanárnő volt a matematika tanárunk, illetve a fizika is. Most egy kicsit el kell gondolkoznom, már nagyon régen volt. De hát ebben azért súgás volt. Igen, tehát matematika és fizika. És nagyon szerettünk tanárnővel tanulni. Matematika versenyre is jártam, ez még a biológia szeretet előtt volt, még akkor ötödikes voltam, ha jól emlékszem, meg még azelőtt is talán az Rényi Ilona matek versenyre jártunk. Ott is volt egy ilyen jobb eredményem, de az nem volt ilyen kimagasló. Kicsit talán, nem is tudom,
tizenvalahanyadik a megyében, valami ilyesmi volt. Aki mindig szorgalmas diák volt, kitűnő bizonyítvánnyal. Nagyon szép emlékek fűznek ide. Ugye kovácsos voltam már első osztálytól, tehát első osztálytól 8. osztályig, még akkor más volt az iskolának a struktúrája, még a Dózsa-György úton kezdtem első másodikba, tehát a harmadik negyedikbe a Calvin út 5 szám alatt, és akkor utána értünk ide a felső tagintézménybe, de nagyon jó emlékeim fűznek az osztályomhoz is, jó közösségünk volt. Amikor végeztem, akkor a Karcagi Kórházban kezdtem el dolgozni, ott is már anesteziológián. Ott voltam egy rövid ideig, és utána úgy hozta a sors, hogy kiköltöztünk Angliába, és én azóta ott vagyok. Van már 2 gyermekem, van egy 2,5 éves kislányom, illetve egy 11 hónapos kisfiam. Most jelenleg Londonban élünk, meg ott is dolgozom. Ott dolgozom egy baleseti központban, úgy hívják a Royal London Hospital. Úgyhogy így alakult az életünk, nagyon, nagyon szerencsésen és nagyon boldogak vagyunk. A biológiát, illetve a természettudományokat mindig jobban kedvelte. Az elképzelhetetlen volt, hogy 8 év alatt egy versmondó versenyen elinduljon. Lévainé Kovács Rózával beszélgettünk Agócs Lászlóról és az adományozásról. 2014-15-ben keresett meg Laci, hogy segítenék abban, hogy egy kovácsos diákot jutalmazzon. Ezzel is emléket szeretne állítani egykori felkészítő tanára, Mándoki Erzsébet kolléganő számára. És természetesen úgy gondoltam, hogy egy ilyen nemes dologban mindenképpen segítenem kell. És akkor volt egy ötletem, hogy egy tábort összehoztam egy gyermek számára, és akkor úgy ez rajtam maradt. Azóta is minden évben segítem az ő döntését, teszek javaslatot, hogy kik azok a diákok, akik közül esetleg választhatna. Megszervezem a tábori, illetve a jutalmazási folyamatot. Évzáron szoktuk odaadni az elismerést, évelején a szülői értekezleten az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket, illetve a gyermekeket arról, hogy van egy ilyen lehetőség, hogyha valaki ügyesen jól dolgozik évközben, akkor egy ilyen jutalma is lehet. Nyilván minden pedagógus, azt gondolom legalábbis, minden pedagógus számít arra, hogy majd az általa tanított gyerekek sokra viszik, akár az ő szakterületén, akár más téren. Laci valóban nagyon szorgalmas diák volt, tényleg versenyzett matematikából is. De én nagyon örültem annak, hogy a biológiára annyira rátalált, és annyira sikeres volt, nagyon-nagyon szorgalmasan készültek Erzsikével. Erzsike nagyon alapos felkészítő nevelő volt, sok sikeres diákja volt, versenyeztetett, hónapokon keresztül gyűjtötte a segédanyagokat, rendszeresen feldolgozta a gyerekekkel, nagyon-nagyon sokat dolgozott egy-egy tanítványával, de versenyrendezésbe is bekapcsolódott, például a Zádor és Ágota versenyünk egyik oszlopos szervezője volt, egy nagyon jó kollega. Hamarosan kezdődik a parlag fűvirágzása. Az arra érzékenyeknek azonban már most el kell kezdeni a gyógyszerszedését. Július végére, augusztus elejére várható a parlag fűvirágzása, de aki allergiás a virág pollenjére, annak már most is okozhat tüneteket. A növény növekedési üteme változatos képet mutat az országban, az aszályos időszak is visszavetheti a fejlődését, de jelentősen nem változtat rajta. Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője megemlítette az NNK tavalyi felmérését, amely szerint az allergiások csupán 10%-a kezdi el időben szedni a pollen szezon előtt 2 héttel a gyógyszereit. Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek. Teljesen megteltek térségünkben a strandok a kánikulában. Tömeg volt a térségi fürdőkben is.
Mennyire vártátok ezt a meleget újra? Nagyon jól, és hát nagyon jó, mert sokfajta medence van, és sokféle vízzel tudunk itt megismerkedni, mert ugye mi lentről jöttünk határszélről, és ugye itt sokfajta medence van. Szorítottatok, hogy most újra meleg nyár legyen? Nagyon bíztunk benne, hogy jó idő legyen, és néztük a meteorológiát, és akkor láttuk, hogy már a mai naptól már nagyon jó idő lesz, és akkor úgy gondoltunk, hogy nem csak itt Hajdúszoboszlón a Vidámparkba megyünk el egy kicsit lazulni, hanem a strandra is eljöttünk. Hogy védekeztek a napsütés ellen? Hát így a szemünk elé tesszük a kezünket. Hoztunk magunkkal ilyen többfaktoros ilyen krémet, és akkor majd hamarosan lekenegetjük magunkat, és akkor így védekezünk a nap ellen, meg az árnyékban hűsödünk egy kicsikét, egy jó hideg üdítő mellett. Hogy lehet elviselni ezt a meleget? Hát mi kenjünk magunkat folyamatosan napkrémmel, hát nagyon meleg van, igen. Miért tetszik szólni ehhez a hőséghez? Én bírom, hál' Istennek, úgyhogy nem vagyok beteges, nem, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a meleget. Hát a vízparthoz kijövünk a vízbe, most voltunk Tunéziába, tegnap jöttünk haza, úgyhogy most meg jöttünk Hajdúszoboszlóra. Hogy lehet elviselni ezt a hőséget? Hát nálunk otthon légkondival, amennyire csak lehet, lehűtjük a lakást, aztán kikapcsoljuk, és úgy megpróbáljuk megélni benne. Egyébként az éjszaka nem megy, tehát éjszaka szenvedünk. Nagyjából így. Meg azon kívül, hogyha, mint most is csináltam, a gyerekeket hozom a strandra, és aztán a vízben lehűtik magukat. Mi meg otthon el vagyunk. Az emlékek alapján voltak ilyen meleg nyarak? Hát én gyerekkoromban emlékszem nagyon meleg nyarakra, amikor a nagyanyám panaszkodott arra, hogy nem bírja ki. Mi gyerekek nem éreztük ennyire melegnek. Tehát most is így van, a gyerekek nem szenvednek úgy tőle, mint a felnőttek. De én azt gondolom, hogy évről évre egyre rosszabb. Tehát az utóbbi évekre visszagondolva, ez talán az elmúlt 4-5 évnek a legmeregebb nyara eddig. Akkor mi az igazi nyaralós idő? Mert itt sokan aggódtak, hogy túl meleg van. Hát szerintem ez a meleg, ez megfelel strandhoz, legalábbis itt a Hajdúszoboszlóihoz. Mi lesz a terv, hogy fognak védekezni, ha tényleg nagyon meleg lenne? Hát akkor hűvösebb helyre megyünk, amikor nagyon nagy a lóvésugárzás, és akkor majd később, mikor csökken a hőmérséklet, a napsugárzás, és akkor kimegyünk a napra, megyünk a vízbe. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!